Lássuk, Glöckkel az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Barevicsnek jobban teszik a sapka. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szerbái nem tudjuk. Glöckkel meg egyre jobb. Ajaj, ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipnix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereménye. Tipnix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Szekszárdon, a Városi Sportcsarnokban, ahol a FIBA Eurocup Women kosárlabda Európa Kupa K csoportjának 6. mérkőzése, azaz a 6. játéknapon a Tarkás C Szekszár és az olasz Dinamo Sassari csapattal mérkőznek meg. Ladies and gentlemen, welcome to Szekszárd in the game day 6 of Group K in the FIBA Women's Eurocup regular season. Today is a game between Szekszárd and the Italian team Dinamo Sassari. Let's see first the roster of Dinamo Sassari. Egyessel number 1, Ivana Razza. Number 5, Deborah Colangelo, the captain of the team. Number 6, Ilaria Carta. Number 8, Sara Toffolo. Number 9, Sara Crudo. Number 14, Agnieszka Skaczmarczy. Number 21, Mia Holinshek. Number 24, Ashley Jones. Number 26, Nicole Bebu. And number 55, Anna Toyami. Head coach of the team is Antello Restivo, assistant coach Andrea Giuseppe Bellino. És most nézzük a hazai csapat, a Tarkás C Szekszárd csapatát. 3-assal csapatkapitányom Teodorán Alexandra, 8-assal Horváth Betty, 10-essel Alexandra Stanacher, 11-essel Mányu Kiréka, 14-essel Sara Krincs, 21-essel Jacinta Monroe, 22-essel Árvai Noémi, 24-essel Boros Júlia, 33-assal Ketrin Vesnyi, 41-essel Szűcs Gréta, 66-ossal Holc Rebeka és 77-essel Nikola Dudasova. Head coach of the team Gyoki Zsejko, assistant coach Horváth Zsófia, a csapatpadon még ott tartozkodik Szabó Judit, erőnléti edző Fekete Krisztián masszőr és Szabó Gergő, a klub vezető elnöke. A mérkőzés 3 játékvezetője, Mr. Bojan Jovanic from Bosnia-Herzegovina, Empire 1, Mr. Jakub Izsek from Slovakia, and Empire 2, Mr. Josip Mikolic from Croatia. The commissioner of the game is Zoran Mejic from Bosnia-Herzegovina. Hölgyeim és uraim, most pedig egy köszöntés következik, kérem még a figyelmüket. A mai napon Zsejko 300. meccsén ül a Szekszárd kispadján, mint vezetőedző. Ennek alkalmában Tar János, a Tar Kft. Ügyvezető igazgatója, a klub névadó szponzora és Szabó Noémi, a KSZ sportigazgatója köszönti őt. Zsejko a 2015-16-os szezon második felében csatlakozott a klubhoz,
2016. február 6-án egy idegenbeli győzelemmel mutatkozott be a klub kispadján, és rengeteg emlékezetes győzelem követte még ezt az évek során. Az első teljes szezonjában hatalmas meglepetésre rögtön a bajnoki döntőig vezette a csapatot, második szezonjától pedig rendszeresen a nemzetközi kupákban is megmérettette magát az adott csapat. Az Európa kupában az idejével együtt 5., még az Euróligában 2 szezonban szerepelt a KSZ kispadján. A klub eddigi legfényesebb sikerei az ő nevéhez fűződnek, azaz a 2018-as soproni Magyar Kupa győzelem, valamint a 2021-ben szerzett Európa Kupa bronzérem örökre bekerült a szekszárdi KSZ történelem könyvébe. Az első évben szerezett bajnoki ezüstöt pedig még további 2 követte, a Magyar Kupában pedig 2 ezüst, 2 bronzérmet sikerült megszereznie. Bízunk benne, hogy az idei szezonban tovább sikerül növelni az elért sikerek számát. Hajrá Zsejkó, hajrá Szekszárd! És most pedig mind a 2 csapatnak sportszerű mérkőzést. Have a good game under the flag of fair play! Gyerünk sajok, hajrá Szekszárd! Tehát elérkeztünk a 6. játéknaphoz, ugye, ahogy említettem a csoportban, ez az utolsó mérkőzés, ahol a Dinamo Sassarit fogadjuk, akiktől sajnos idegenben 16 ponttal kaptunk ki, és most ezért próbálunk válaszul egy győzelemmel búcsúzni az Európa Kupa csoportkörétől. Úgyhogy mindenkit arra bíztatnék, hogy csapja össze a tenyerét, és szurkoljunk hangosan a lányoknak. Hajrá! Hajrá! Hajrá!
mai meccsen. Horváth Betty kezd irányítóként, Boros Júcsi a kettes pozícióban, Bányoki Réka és Katrin Veszved a két csatárunk, és Jacinta lesz a center, ő ugrik majd a labdáját. És a vendégeké a labdán. Holinshed 3 pontosával indul a találkozó. Kacsvácsik betörés után Jacintáé a falt. Ez az első hibája, két dobás következik. És ezzel 5-0 Szeszari számára. Hajrá, Szexár, gyerünk! Iván Araci. Horváth Betty labda szerzése. Marad a labda a Szekszárdnál. Várjuk a Rékafaltól, Ráczá fog 2 büntetőt dobni. És már is időt kértünk. És akkor reméljük sikerült rendezni a sorokat.
Biztassuk a lányokat nagy tapsal a hangunkkal. Hajrá, Szexárd, gyerünk, csajó! Az első büntetője jó. És Katrin Veszbedi a lepattanó. Sajnos a Szaszári következik. És után Katrin Veszbed harcol ki egy faltot az elkövető Kacsonácsik. Katrin fog kettőt dobni. És ott az első hazai pont. Kettőből kettő. Gyerünk lányok, védjük ki! Ja, szinte Marvonnál átfaltott a játékvezető. Ez a második hibája. Ja, szinte óriási blokkja! Megszerzi a negyedik pontunkat is. Harcolta ki. Cserél a KSC Szekszárd, Jacinta ére, Szere Krincs érkezik, és Horváth Beti ére, Alexandra Stanecsev. Gyerünk lányok, mindent bele! Ismét Katrin Veszbed, 10
18. Megfordítottuk a mérkőzés állását. Szára követtél a szemét, ez a csapatnak a nevedik imája. S cserélnek a vendégek, Toffolo érkezik. Holling Schelt helyére. A játékvezető, mivel megvan a négy csapatfalt, ezért két dobás következik. Iván Erácsa fog kettőt dobni. Az első kimarad. Tíz kilenc. KSC nyilvára. Sajnos rólunk vegy ki a labda. Gyerünk lányok, védjük ki! Hajrá, Szexád! Szexárdán cserélünk, Jay jön vissza, és Teodorán Alexandra csapatkapitányunk a pályán. Bravo Rékus, bravo Catherine. Cserél a másik oldalon, és Maya Hollingshed érkezik vissza. Sassari támad. Hey!
Kovács Júlcsi a gyorsítás védő. Pontos vendégelünk, és Boros Júlcsi arccal kiváltott. Az elkövető Ashley Jones cserélnek a vendégek, Tajjáni érkezik. És cserélünk mi is, Horváth Betty is a pályán. Szeretném azt hiszába, hogy Jacinta Monroe! De jó lenne kiédeni, ez biztassuk a lányokat! Ali ellen fújták a faltot. Sajnos, mivel a bónuszban vagyunk, kettő dobásra következő, és közben cserél. Dobások után cserél majd az ellenfél. Ráca a vonalon. Mégis csak akar cserélni. Krúdó, Szeret Krúdó érkezett. Boros Júlcsi érkezik vissza a pályára. Jacinta ellen ítéltek támadó hibát. Sajnos ez már a harmadik hibája. Cserélünk is. Catherine Westfeld érkezik vissza. De Bora Carangelo ismét a pályán. És sajnos Carangelo végén így 24-17-es állásnál folytatódik majd a mérkőzés a második hivatal.
találtam ki a félidőben a Dark SC-nek, most már így már hagyományos félidei dobóversenyének résztvevőit. Ugye három játékos van mindig. Az első, aki kiúszta, a Molnár Vivian lesz. A második versenyző Misóczki Maja, és a harmadik Szabó Vanda, úgyhogy őket várjuk majd. Na, bocsánat, és a negyedik pedig Szabó Alexandra, tehát őket várjuk majd a fél időben. Molnár Vivi, Misóczki Maja, Szabó Alexandra és Szabó Vanda dobhatnak majd büntetőket a TAR nyereményeket. Folytatódik a mérkőzés. Gyerünk, lányok, hajrá, Szekszár! Ó, Horváth Betty, hármas a szélő ki. S marad miénk a labda. Jócsinak sikerül a három pontos. Bravo, Jócsi! Biztosuk a lányokat! Hajrá, Szekszár! Ketrin labda szerzése után Baras Jócsi gyorsításból. 24-22. Rácza, két pontosan. Rácza három pontosát követően időt kér a KSC Szekszár. Tehát még egyszer a fél időben Molnár Vivi, Szabó Vanda, Szabó Alexandra és Misóczki Maja, gyertek a félidei büntetődobóversenyhez. És most pedig szurkoljunk együtt a KSC-nek. Hajrá, Szekszár! Be lehet hozni ezt a hátrányt, főleg, hogyha a közönség is velünk van. Szara harcol ki fajtot. Az elkövető a 55-össel Anna Toyan.
Ivana Razzi. Szerek Rinics kosarával jövünk közelebb. Bravo Ali, feldobás! És közben cserélünk is. A hazai oldal Mányoki Réka ismét a pályán, a vendégeknél pedig Toffolo és Jöns érkezik. Szép védekezés, miénk a labda. Legeredményesebbje már 8 pontnál jár. Szerzés. Doros Júcsi, már csak 3 van közte. Gyerünk rá, jobb, védjük ki. Angelo 3 pontosan. Honnát a túl légiósunk.
pontos vendégelőnynél. Folytassuk tovább ezt a nagyszerű futást, amiben benne vagyunk. Szurkoljunk együtt, hajrá! 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 Közben csere történt nálunk, 66-os a Holc Rebeka először a pályán. Karangelo könyöklését ítélte a játékvezető támadó hibának, úgyhogy ismét mi következünk. Boros Júcsi betörése volt sikeres. 34-34! Veszvedi a lapattanó. Kacsmárcsik újra a pályán, Holingshed helyére érkezik. És csere az új oldalon is. Alekszandr Sztanacev, ilyen Horváth Beti helyére. Bravo, Beti! Veszvelt helyzete maradt ki. Gyerünk lányok, védjük ki! Tífen! Joanne 3 pontosa volt sikeres. Alekszandr Sztanacev! Ez kísérlete kimarad, itt az újabb esély az egyenlítésre. Gyönyörű játék, Katrin Veszbelt ismét eredményes, már 12 pontos. És Alekszandr szerez labdát! Holc Rebeka! 41-39-re vezetünk először a mérkőzés folyamán. Lányok, kirék a faltot! Közben cserélünk is. Szűcs Gréti érkezik, köszönjük. Kiadás után Katrin Veszbelt ér. Bravo, Katrin!
Gyerünk, Réti! És még egy csere, csapatkapitányunk Ali érkezik. Mányoki Rékus helyére. Bravo, Rékus! Kosár érvényes. Na, bocsánat, nem érvényes a kosár. Ali volt a falt még a dobás előtt. Szurkoljunk itt az utolsó egy percben, legyen milyen az erőny a fél időre. Hajrá, Szekszár! Rebekánál a falt. Ez a harmadik csapat falt, hogyha a hazai csapat. Holc Rebeka szerez labdát! Bravo, Rebus! És majdnem beszédült. Bravo, Gréti, így milyen kelepattanó, és 37 másodperc a hátra, amikor támadott a Tarka SC Szekszár. Cseh falcsa. Ez volt a negyedik csapatfaltunk. Cserélünk is. Szereklény is érkezik Ali helyére. Bravo, Cséká! Egy támadási idő van a negyedből, védjük ki! Hajrá, Szekszár! Raca 3 pontos kísérletét követően Johannes szerez csarok. És 5 másodperccel vége előtt Karancsaló üti be a negyedik csapatfaltot a vendégeknél. Öt másodperc van hátra. Na és akkor most lett meg a negyedik csapatfaltja az olaszoknak. 2,5 másodperc a fél időig. Egyes döntetlen a nagyszünetben. Gyerünk, lányok, hajrá, Szekszár! Na nézzük. A cselezerci az első oldalmasabb, de eszembe sem sem. Viszont a szerbú a jobb formában van. Lányok fogadok. És az is tudja, hogy a tízes fogja rúgni az első pót. Ja nem, neki szalagszakadása van. Akkor a csatár fogja fejelni. Megteszem. Játssz a legújult Tipnix Pro-n, ahol a fogadáskészítővel egy mérkőzésen belül kötéstiltás nélkül is fogadhatsz. Tipnix Pro. Tudjuk, mi a pálya.
forduló, és ahogy említettem, ismét dob be magad a félidőben a Tarkály szél. Évadó ajánlott föl, és lányok, miután átvettétek az ajándékot, csináljunk egy jó fotót Tar Janival, a Tar Kft. Tulajdonosával, ügyvezetőjével is, úgy mondtam, a szexádi kosárlabda nagy patronusával. Nagy tapsiát a csajoknak még egyszer, mindannyian a jövő sztárjai, pár éven belül itt láthatjátok őket is.
Lássuk. Glöcker az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Barevicsnek jobban fekszik a sarak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szerbei nem tudjuk. Glöcker meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Dipnis Prón, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kiveheted a nyereményet. Dipnis Prón. Tudjuk, mi a pálya.
mérkőzés napján a Tarkászé Szexárd VDS Dinamo Sassari mérkőzés. A büféből is mindenki lassan visszafáradhat, és szurkoljunk együtt a Tarkászé Szexárdnak. Kezdődni a fél idő, mindig gondolnék, hogy ugye a héten nem csak ez a mérkőzésünk lesz itt a városi sportcsarnokban, hanem vasárnap a Sopron ellen, vasárnap délután 5 órakor egy rangadó következik, ahova szeretettel várunk mindenkit. Tehát senki se kímélje a tenyerét, a torkát. Hajrá, Szexárd! Vezet a KSC 43-41. Kezdtük. Betty sapkája után nem sikerült kosárra törnünk. Gyerünk, támad a KSC! És Rékus váltja. Bravo, Holc Rebu! Nagyon kirék a szerzett labdát! Bucsi pedig befejezi! 50-43! Thank you.
Iván Arantza volt eredményes ismét, a mezőny legjobbaként 19 volt. Bravo Rékus! És ismét ránk a labda! Szinte szedte le a támadó lepattanót, és Agnieszka Kaczmarczyk faltolt ellene, úgyhogy ismét a KSC szexet következik. Betty falcsát követően folytatódik a játék. Ez Iván Arantza harcol ki egy személyt, az elkövető Mányoki Réka, két dobás következik. Az első kísérlete kimarad. Cserélünk Szárák Rényi csapája Mányoki Rékus helyére. Bravo Rékus! És érkezik Alexandra Stanacev is Horváth Betty helyére. Szép volt Betty! Ez a vendégek második csapathibája volt. Thank you.
Marad a labda a vendégeknél. Tizenegy másodpercet kell még kivédeni. Gyerünk, lányok! És lépésiba ismét a miénk a labda. Amerikai centerünknek. Karangelo válaszol egy három pontossal. Nyolc pont van közte. Csapatkapitányunk Teodorán Alexandra követte ezt a faltot. Ezzel megvan a bónusz a szexárdi oldalon. És a milyen kalapda? Ivan Araca adta. Sejkót figyelmezteti a játékvezető, illetve az ötös számú Karangelót, Floppingert. Második jó, hogy 59-50-re vezetünk. Sajnos jól védekezett az ellenfél. 2 perc van hátra a negyedből. Szurkoljunk a lányoknak, hajrá Szekszárd! Szurkoljunk a lányoknak, hajrá Szekszárd!
kapitányok! Leszintem a Rovalia asszisztjából! 11 pont van köztem! Kecsvárcsi két pontosan. 61-52. És az utolsó perchez érkeztünk. Szerencsebb betörésével harcol ki egy faltot, az elkövető Agnieszka Kacsácsi. Csere mind a két oldalon, Catherine érkezik vissza a Jacinta helyére nálunk, illetve az ellenfélnél Toffolo érkezik Kacsácsi helyére. Nagy tapsot Jacinta Marrónak, bravo Csé! Az utolsó támadás a Sassari élet. Védjük ki! Let's go girls! Defense! Sajnos ez még jó, Carangelo 3 pontosával lopozott közelebb, illetve 6 pontra a Sassari.
Harcolja ki a faltot, és majd dobhat kettőt, az elkövető pedig Szeretofoló. Az első jó is. Kettőből kettő. És a milyen kanepattaló. Júcsi parádés beadás után a gólszerző Szara Krilics. Ismét 10 van közte, 65-55. Gyönyörű védekezés, 5 másodperce maradt az ellenfélnek a támadás befejezésére. Tanácsát követte el a személyi hibát. Ez a harmadik hibája volt Szandrának. Iván Aracz a kosarak. Immár 23 pontnál tart. Leszedi a saját lapattomóját és bedobja a 18. pontját is. Lepattanó. Gyerünk, lányok! Ashley Jones szerzett kosar a gyors indításból. Feldobás,
Bravo! És cserélünk is! Horváth Bett érkezik Sandra helyére és Mányoki Rékus Ali helyére. Bravo lányok, szép védekezés, nagy tapsot! Ismét a tarkás szétámadhat. Kísérlete után. Horváth Betty! Nincs, aki megállítsa! Van a recetőrbe és szerzett kosarat ismét már 25 pontnál. Bravo, micsoda összjáték! Szerálltam Betty kezébe, aki bedobta. Betty már 9 pontnál és 12 pontos előnnyel a KSC Szekszárd. Bóra Corangelo szépít egy 3 pontossal. Katrin Veszberg, golyó és egy falt meg ráadásul. Toffolo ütött még egyet oda és így dobhat az extra pontért Katrin Veszberg. És jó a plusz egy is. Ez a csapatunk legeredményesebbje 23 ponton. Horváth Betty falcsa. És semmi a KSC Szekszárd. Ja, szinte érkezik. Sara Krincsejére. Bravo Sári, nagy tapsot Szerb Centerinnek. A személyhívát, és ismét Toffolo ütött oda. Ez a harmadik személyhívája. Nem baj, lányok, védjük ki! 12 pontos előny és 4 perc 18 másodperc van hátra. Hajrá, Szekszárd! Gyerünk, csajok! És ismét feldobás helyzet, ami azt jelenti, hogy most miénk a labda. Thank you.
döntősalkotba. Ez a 9 pont az előnyünk. 3 perc 17 másodperc van hátra. Minden bele, csajok! Kétszer indulást ítélt a játékvezető. És időt kér Zsajkot Lukics. Előnnyel nézzünk tehát bele ebbe a végjátékba. Jó lenne ezt kivédeni. Biztassuk együtt a lányokat egy sikeres védekező pozícióért. Hajrá, Szekszár, gyerünk, csajok! Szabálytalankodik. Ez a harmadik csapat hibája a KSC Szekszárdnak. Katrinnek ez az első. Szerzett labda, a Horváth Berti csente el a paszt. Az utolsó 2 percben vagyunk. Egyben van hátra, amikor az ellenfél időt kér. Thank you.
Hát kereken 100 másodperc van hátra a mérkőzésből. Ezt már jó lenne kihúzni. Jó védekezésekkel és eredményes támadásokkal. Biztassuk együtt a Tarka SC Szekszárdot. Hajrá! 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 Racát feltoljuk, úgyhogy ő fog kettőt dobni, és Mányoki Réka volt az elkövető. Ezzel Rékusnak véget ért a mérkőzés, hiszen ez volt az ötödik pontja. Bravo Réka, tapsoljuk meg Mányoki Rékust! Sassari. Kács másik helyére Tojjáni jön. Csóhánsz hárompontosan rövidre sikerült, itt újból támadhatunk. Gyerünk, Sajók! Micsoda átadás, Alexandre Stanecev asszisztjából, Jacinta Moro! És Ivan Araca kilépett, egy utolsó időkérés, mielőtt lefújjuk a meccset. Támadási idő van hátra. 11 pontos hazai előny. És előre visszük a labdát, ez azt jelenti, hogy 14 másodperc lesz a támadó időből. Ez az álljunk fel és biztassuk a lányokat! Köszönöm.
és még Boros Júlcsi kiharca egy faltot Jacinta remek átadásából. Iván Aradza volt az elkövető, s Júlcsi dobhat kettőt. Bravo Boros Júlia, 14 pontnál! A vastap, zúgjon a vastap, s bravo lányok! Jay ütött oda még egyet. Úgyhogy kettő dobás következik. Halling Shed fog kettőt dobni. Marad a 12 pontos különbség. És egy újabb időkérés Zsejko Gyokistól. Közben még egyszer megemlíteni, hogy december 3-án vasárnap délután 5 órától Dark Ice C Szexárd Sopron Basket bajnoki rangadó itt a Városi Sportcsarnokban. Aki nagyon szereti a kosárlabdát, azt már 1 órától várjuk itt, hiszen az NB1-B és amatőr csapatunk a Nagy Kanizsát fogadja. Úgyhogy igazi kosárlabda nap lesz. Most vasárnap mindenkit szeretettel várunk a Sopronon, ugye mindig paprikás a hangulat. Próbáljuk meg most is meglepetést okozni, de most még 17 másodperc van hátra a mérkőzésből. Gyerünk lányok, hajrá Szexárd! Próbálkozása még kimarad. És Catherine ellen ítélnek faltot. Ugye a pontkülönbség is még fontos lehet, azért még az egész fejes letámadás. Mivel megvolt a 4 csapat személyünk, ezért 2 dobás fog következni. Anna Tojani fog 2 dobni. 5 másodperccel a vég előtt. What's on edge head? És megvan a második és 9 pontos különbség. És bravo Szandra, még van egy kosár. 83-72, és ez a vége, 11 pontos Dark Ice C siker. Bravo lányok, visszavágtunk a Szeszaride a elszenvedett vereségért. Köszönjük a szurkolást, szunkat a nagy vastapsa csajoknak. Bravo lányok, hajrá Szexárd!